Dr. Fenyvesi Anna nyelvész, az STEBTK angol-amerikai intézetének vezetője. PhD-ját az Egyesült Államokban a Pittsburghi Egyetemen szerezte 1998-ban, majd a Debreceni Egyetemen habilitált 2013-ban. Az egyetemen általános nyelvészetet, szociolingvisztikát, kétnyelvűséget tanít, kutatási területe az amerikai magyarok kétnyelvűsége, illetve a határon túli magyarok nyelvhasználata, nyelvi attitűdjei. Tudományos munkássága mellett fotózással is foglalkozik. 2018-ban 9 hónap alatt ért el a Guru szintre a gurushots.com internetes fotóverseny oldalán. Október elején a 24. őszi kulturális fesztivál ünnepélyes megnyitójának keretében adták át a mindennapok perspektíváit körüljáró képeiből válogatott kiállítást a Szegedi Tudományegyetem rektori épületének aulájában. Nekem elég analitikus agyam van, egy nyelvész vagyok, ugye, amikor nem fotózom, és a nyelvészethez is ilyen elemző agy kell, meg egyébként is hát ilyen az agyam, és én szeretek olyan fotókat csinálni, még geometrikus, meg perspektívás, és hát a lépcsőházak azok nagyon adják magukat, hogyha van egy szebb lépcsőház, meg ugye sok-sok emelet, akkor abból nagyon szép képek tudnak jönni. Itt, amik képek vannak, ezek a lépcsőházak, ezeknek nagy része pesti, ezek ilyen art deco lépcsőházak, egy fotós barátnőm vitt el oda, mert ő ezeket jól tudja, meg tehát, hova érdemes elmenni, meg ő pesti, tehát ő eleve jobb helyismerettel rendelkezik, de egyébként egészen egyszerű lépcsőházakból is lehet szép képeket csinálni. Itt van például egy prágai lépcsőház, az a négyszögletes, az egy teljesen, hát nem egy ilyen art deco, az egy ilyen 70-es évekbeli épület, és nagyon érdekes hatást tud produkálni. A lépcsők, lépcsőházak nem az egyedüli geometrikus formák, amelyekhez Fenyvesi Anna vonzódik. A bicikli az első számú kedvenc témám, mert szerintem egy gyönyörű tárgy, nagyon geometrikus ez is, meg szerintem nagyon szép, ahogy az emberek bicikliznek, tehát azt fotózni, abban nagyon sokféle képet lehet csinálni. Meg nagyon szimpatikus a biciklibe nekem az is, hogy jó, azon túl, hogy én itt Szegeden mindig biciklivel járok, csak az egybefüggő jégtakaró az, ami engem visszariaszt elente. A nőknek a felszabadításában nagyon nagy szerepe volt a biciklinek, hiszen a bicikli hozta meg Európában is, de még mostanában is az afrikai arab országokban a nőknek azt a szabadságot, hogy nem kellett őket kísérgetni, elvinni valahol, hanem saját maguktól, hogyha megtanultak biciklizni, akkor eljuthattak A-ból B-be. És ezt már manapság nem nagyon tudjuk, de ennek hihetetlen nagy hatása volt a nők, tényleg a mozgására, a szabadságára. Fenyvesi Anna fényképezőgépének fókuszába az épített örökség és a technikai vívmányok mellett azért a természet és az ember is belekerül. Virágokat nagyon szeretek fotózni, meg ilyen rovarokat virágokon, meg persze a gyerekeimet. Három nagy gyerekem van, az egyik egyetemista, a másik kettő még gimnazista, és akkor a gyerekkoruk azért végig van dokumentálva. Sőt, hát most a gimnazista lányai most jöttek rá, hogy ja, hát ezek nem csak olyan családi fotók, hanem ezek tök jó fotók, úgyhogy a lányaim most már néha kérik is, hogy na menjünk már el ide-oda fotózni, vagy itt szeretnek fotót magáról, ott szeretne fotót magáról, és akkor én meg persze örömmel megyek. Fenyvesi Anna tárlatát Dusa Béla fotóművész nyitotta meg. Anna munkásságát néhonta ismerem, és mindig csodálattal figyeltem különleges fotói. Kerékpárok meg annyi szépségét, bicikléjével húzott városképi jelentés fékságát. Ezek az alkotások valójában azt lehet mondani, hogy nem is voltak a számára, hanem egy véget nem érő jam-session, örömzene, amit átadott tenni a fotográfia nyelvezetére, képekkel, zenén, képesek megszólaltatni. Egy ilyen végtelen dallamot fedezhetünk le most a látható képeim is. Az az érzése az embernek, mintha az ő kedvéért lennének azok a különleges fények, vagy megtalálva azt az egyetlen pontot, ami a legtökéletesebb, mint az képek készítéséhez kell, vagy elkapítja a másik. Képei különlegessége a képkiválásoknak is lehet, amiből egy milliméter se elvetésen hozzátenni, hanem lehet. Különleges épületek, lenyűgöző lépcsőházak, meg annyi Fibonacci csodák, és a most is elhaladhatatlan kerékpárok belengedik a szívüket a képek láttán. De még mielőtt már
is arra gondolna, hogy csak el kell jönni ezekre a helyekre, és patt, meg is van a csoda. Rá kell ébrednie, hogy bizony ez nem így van. Sokan fényképeztük már például az Ungermayer palota lépcsőházát. Annak különleges látása, hogy a tér érzékeit is megmutatkozik. Egy beszélgetésünk alkalmával bátorkodtam megkérdezni Annát, mit érez, amikor megállítja az időt. A válasz rakás és rövid örömet. Egyszer egy kollégámat kérdezte meg, más helyzetet elképzelve, mit tennél, ha valaki a 10. emeletről leugranék is. A válasz, sorozatot állítanám a képet. Igen, rövid. Annak ugyanbár válását én sem hagyhatom szó nélkül, rövid önmagát megmutató sorai mondtam is rá, így már tudjuk, hogy nem a buddhizmus vagy a hinduizmus vallási spirituális tudás közvetítéjéről van szó. Elmondása szerint ez egy játék, ugyanakkor komoly megkérdetésről szól. Aki szeretne ebben részt venni, tudom ajánlani, hogy regisztráljon a kursus.com-on. A részleteibe most nem mennék bele, de a lényeg, hogy kemény munkával megnyerte ezt a versenyt, és bizony noha a fotós guruvá vált, a fényképezést a szó legnemesebb értelmében vett hobbinak tekinti. A szónak a legszebb értelmében, hogy kikapcsol az agyam, elfelejtem a mindennapi problémáimat, gondjaimat, és akkor bele lehet feledkezni. Ez a belefeledkezés már évtizedek óta tart. Hatodikos korom óta fotózom, ami ugye nem tegnap volt, hanem 1976-ban, úgyhogy azóta így ilyen változó intenzitással néha intenzívebben, néha kevésbé intenzívebben, de mindig fotóztam. Szmenával, aztán praktikával folytattam, zenitem is volt, és aztán 2001-ben álltam át a digitálisra. Nem nagyon emlékszem az analóg korszakra, mert hát ugye lassan 20 éve van digitális gépem, és előtte nem voltam annyira tudatos fotós, úgyhogy én nagyon élvezem azt, hogy sokat lehet lőni, ez mondjuk néha teher is, de megvan az az előnye, hogy aztán lehet ugye utómunkálatokat csinál, végezni rajta, és akkor az azért tud javítani mondjuk egy kevésbé sikerült képen, és úgyhogy én inkább a digitális híve vagyok. Azt tudom, hogy a digitális technika az biztos, hogy a hatása van az ember a látásmódjára, mert például mondjuk, hogyha van egy olyan téma, amit nem lehet mondjuk bárhonnan lefotózni, hanem csak egy bizonyos szögből, hogy nem mondjuk egy erkélyről, vagy nem tudom mi, akkor az eleve már az ember úgy fotóz, hogy na tudja, hogy na azt a kukát azt majd ki tudom onnan photoshopolni. És akkor ez már benne van a fejemben, amikor fotózok, vagy mit tudom én, az, hogy jó, az most ott belelóg, de azt majd ki lehet vágni. Az állandó figyelem persze nem elegendő. Arra is szükség van, hogy a fényképezőgép mindig a fotós keze ügyében legyen. Általában nálam van a fényképezőgép, de mondjuk ezeket a képeket úgy a koncepciózusan választottam ki, hogy na akkor ezek a mindennapi perspektívák, ami a kiállítás címe is.